Szeretettel köszöntünk titeket itt az adventi koncertünkön. Ami közös lesz az énekekben, a bizonyságtételekben, az nem csak az, hogy adventi témájúak lesznek, hanem az, hogy mindegyik arról szól, hogy mi örülünk. És ez az öröm, ez valóságos. Talán sokan meg is kérdezik, hogy miért tudunk örülni egy több mint 2000 évvel ezelőtt történt eseménynek. Nagyon szép dolog, hogy Betlehemben valaki megszületett, és nagy dolgokról beszélt, és nagy dolgokat vitt talán véghez, de ez a mi életünkben milyen hatással van. És azt kell, hogy mondjam, hogy nekem Jézus születése az élő valóság, nem csak 2000 évvel ezelőtt született meg, hanem az én szívembe is megszületett. Mindent megváltoztatott, és ez valóságos örömöt jelent számomra. Én nagyon remélem, hogy ebből az örömből valamit megértetek ti is a szívetekkel, és felfogjátok, hogy mekkora csoda volt ez, és mekkora csoda ez ma is. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit, és különös tisztelettel köszöntöm dr. Weber Tibor alpolgármester urat és Kőbányai önkormányzat képviselőtestületéből megjelenteket, és nagy öröm a számunkra, hogy ezen az adventen
egy zenei esttel, egy koncerttel készülhettünk. Nagy logisztika volt, hogy ez a fa is ma hajnalban a Zala megyéből megérkezzen ide hozzánk, és gondolkoztunk-e, hogy ilyen korai adventi időpontban vajon illik-e egy karácsonyfát állítani. De azt beszéltük, hogy ez egy szimbólum, és jó rátekinteni, jó fölnézni rá, és hogy ezt szolgálja ez a mai este is, hogy föltekintsünk kicsit ebből a karácsonyi adventi rohanásból, föltekintsünk, megálljunk egy kicsit, és nem is pusztán arról fogunk énekelni, hogy kis Jézus megszületett egy jászolágyban, bár erről is fog sok ének szólni, vagy hogy nem is erre tekintünk föl, nem is elsősorban a Golgotai keresztre, hiszen karácsony van, hanem az élő Jézus Krisztusra, aki most itt van, és találkozhatunk vele, megérezhetjük az ő szeretetét, átjárhat bennünket az ő öröme, reménység, az ő gyógyító, felemelő, bátorító szent lelke. És bízom benne, hogy minnyájunknak nagy örömet fog jelenteni ez a mai este. Egy imádsággal kezdem el ezt a mai esti alkalmat, koncertet. Istenem, köszönöm, hogy tudhatjuk, hogy a karácsony ajándéka Jézus Krisztus, aki hátrahagyva a mennyet, az isteni dicsőséget eljött, értünk az emberi sorsot, küzdelmeket, szenvedést vállalva, és hogy fel is támadt és él. Ezt mondja a Biblia, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Add, hogy találkozhassunk most veled, kérlek azért, hogy akik itt vagyunk, hogy mindnyájan részesülhessünk a veled való találkozás áldásaiban. Amen. Karácsony éjjel megnyílott az ég, az Isten fiát küldte el mi közénk. Az angyalok zengték a jászol felett, a megváltó Úr Krisztus megszületett. Az istálló nem volt a legméltóbb hely, de a gyermek itt békés fekvő helyre lett. A szívem kitárom, legyen otthona, úgy vágyom szeretni, s behívni oda. Jöjj hozzánk közel, Uram, s maradj velünk, így kulcsoljuk össze imára kezünk, és azt kérjük, hadd éljünk mindig veled, mint megtisztult néped, áldott gyermeked. Úr Jézus,
hirdetem a jó hírt, hogy Jézustól új életet kaptam. Ő megváltott a bűnből, higgy Jézus Krisztusban. Én hirdetem a jó hírt, hogy Jézustól új életet kaptam. Ő megváltott a bűnből, higgy Jézus Krisztusban. Örvendj te föl, örvendj te föl. Hóból az erdő, ködből a felhő, hó esik, tél szele fújja. Valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Száll csoda ére, szívből a szívbe, 2000 év tanú róla. Valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Angyalok ajkán, emberek hangján, csendül a csillagos élet. 2000 éve mennek el éve, boldogan ki neki élek. 2000 éve mennek el éve, boldogan ki neki élek. Szele fújja. Kisgyermekként eljött, megváltóként elment, királyként visszajön újra. Kisgyermekként eljött, megváltóként elment, királyként visszajön.
Ez egy csendes év volt sokaknak, kik nem figyeltek rá. Ó, de zengett mindazoknak, akik nagyon várták már. Halt a hírnök, angyal szól, hogy dicséri a drága megváltó. Halt a kórus, így kiált, glória eljött, az Úr király. Glória eljött, az Úr király. Messze-messze szállt, békét hozott a mennyből mi hozzánk. Visszhangzott a hegyekről, s a völgyek legalján. A jó hírt ünnepelték ezen az éjszakán. Isten jöjj!
Én is igen nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt a templomban és a TV képernyői előtt, akik velünk tartanak. Ilyenkor azt szokták elmondani, hogy a dalok után nehéz megszólalni. Én tulajdonképpen prózában akarom folytatni azt, amit a dalok sugalnak, vagy az Úr ezen keresztül üzen. Szoktam itt állni a szószéken és igét hirdetni, de a legnehezebb mindig az ilyen ünnepi alkalmakkor, vagy az ünnepi úgynevezett liturgikus igék, ige hirdetése az valahogy mindig a nehezemre esik. De mégis most egy ilyen igét választottam. A Lukács evangéliuma második részének 14. verséről osztanék meg egy-két gondolatot számotokra. Az ige nagyon ismert, így hangzik: dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Ez az ige, ez minden ilyen évvégi, karácsonyi, adventi időszakban, azt kell mondanom, hogy szinte szembe jön velem, és sajnos azt kell mondanom, hogy ez számon kér engem. Két részből áll, az egyik a dicsőség, hogy adok-e dicsőséget Istennek, a másik pedig az, hogy van-e békességem. Ezen a mai napon a napomnak a fő tevékenysége nem az volt, hogy az Istent kerestem, vagy elcsendesedtem, hanem hogy sikerül-e olyan karácsonyfát vennem, amivel tulajdonképpen nem csak magamnak, hanem a környezetemnek, de még a szüleimnek, vagy akár a nagyszüleimnek megfelelek-e. És olyan karácsonyfát szoktam választani, ami egyre inkább megy ki a divatból. Egyre kevésbé lehet kapni. És futottam egy-két kört, és ehhez is rájöttem, hogy valahogy Isten kell az én számomra, mert valahogy úgy akartam ezt a karácsonyfát megvenni, hogy essünk már túl rajta, mert hát én hívő ember vagyok, nem a karácsonyfa a lényeg. És aztán elmentem azokra a helyekre, ahol szoktam venni, és az a típusú és az a méretű nagyságú karácsonyfa az egy darab volt, az is ilyen nagyon kókat, és akkor már úgy éreztem, hogy nem tudok ezen túl lendülni. És hát jöttem a templomba, de mondom, még egy helyen megnézem, de akkor már összetörtem Isten előtt, és nagy alázattal és szelídséggel mentem erre a helyre, és hát számos, szebbnél szebb olyan fa volt, amit hát én szoktam választani, és elég nehéz is volt kiválasztani, és Isten magadta, hogy túlessek ezen, de nem úgy, ahogy én akartam, hanem úgy, hogy alázattal is, Istentől kérve ezt is megadta, hogy na, ezt is megkapott, hogyha mindenképpen ez a vágyad. Tehát arról beszélünk, hogy dicsőséget adni Istennek, és tulajdonképpen maga a dicsőség, azt az angyalok énekéből is Isten megkapja. A dicsőség az létező dolog Istennek nélkülünk is. De Isten mégis azt várja, hogy mi adjunk dicsőséget és hálát. És hát itt van a békesség. A békesség Jézus Krisztusban a földre született, és ez a békesség az, ami számunkra Isten nélkül, a megváltás nélkül elérhetetlen. Én is már leértem egy pár évtizedet, és ez a békesség, ez nem megy. Isten nélkül nem megy. Próbálják a keleti vallások elérni azzal, hogy megpróbálnak lemenni, ahogy mondják, alfába, megpróbálják elérni minden összpontosítással, erőlködéssel, de hát mi ettől nagyon távol is vagyunk, nem a mi esetünk ez a dolog, de nem megy Isten nélkül. És ez nem csak egy békesség, egy olyan átlagos dolog. Ebben a békességben sokkal több van. Ahhoz, hogy nekünk békességünk legyen, ahhoz kell egy bűnvallás, ahhoz kell, hogy a bűneinket le tudjuk rakni Isten kezébe.
Tehát ez is kell hozzá. Enélkül nincs békesség. És hát az én életem is úgy volt, úgy alakult, hogy 30 éves koromig kerestem a békességet, persze az élet értelmét, sok mindent, szeretetet, hogy hogy lehetnék olyan ember, amilyennek lennem kellene. De nem találtam ezt. Egészen addig nem találtam, amíg én is el nem fogadtam Jézus Krisztus áldozatát. És ebben az időszakban, az adventi időszakban azt hiszem, hogy az ördög a szemünkben nevet, hogyha nem vagyunk Isten közelében, akkor csak rohanunk, akkor csak azt érezzük, ha hitetlenek vagyunk, akkor nincs is esélyünk a békességre, de ha hívők vagyunk, akkor is, ha ránk ragad, és betölt az évtizedes hagyomány, az elvárások szorításában, feszültségében, ez a békesség, ez nagyon-nagyon távol van tőlünk. De Isten megadta ezt a békességet, és ez a békesség Istentől, ez létezik. Ez valóban olyan, hogy nekünk erre rá kell tudni kapcsolódni. Ez a béke, azt mondja az ige is, maga Jézus Krisztus. És amíg nem tudunk Jézus Krisztusra ráhangolódni, és ez a bűneink választanak el tőle, enélkül nem megy, addig nem tudunk idáig eljutni. És az igében arról van szó, hogy a jó akaratú emberek, de ez egy jó hír, hogy nem a jó akaratú emberekről van csak szó. Isten minden, mondhatnám, rossz akaratú ember, gyűlölködő ember, olyan embert is keres, aki legszívesebben mindenkit megölne. De ezek az emberek is mi vagyunk. Mert akárhányan ülünk itt, nem tudunk állandóan jók lenni. Nem tudunk állandóan közel kerülni Istenhez. De Isten ismer bennünket. Nem ez a probléma, hogy ezt szégyelnünk kell, hanem az a probléma, hogy nincs meg bennünk Isten békessége. Nem keressük ezt. Nem térdeinken keressük a békességet. És hát tulajdonképpen a békességen kívül a dicsőség is nagyon fontos, a hála, hogy megadjuk Istennek a dicsőséget és a hálát. Hogyha nagyon lebontom, lemegyek az alapokig, akkor azt kell mondanom, hogy az is, hogy egyáltalán létezünk, az is alapja annak, hogy Istennek hálát adjunk. Az, hogy itt vagyunk, az, hogy nem éppen a kórházban vagyunk egy olyan gépen, amin lélegeztetnek bennünket, hanem mi tudunk lélegezni. És tudunk szeretetet adni, meg egyáltalán tudunk valamit tenni. Persze nem elsősorban magunkért kell tennünk, az is nagyon jó dolog, de másokért. És ezért kell tudni hálát adni, hogy Isten megadta azt a csodálatos dolgot, hogy vele kapcsolatban lehetünk. A bűneink választanak el, mint már mondtam, de Jézus Krisztus ennek megfizette az árát. Ő meghalt a bűneinkért a kereszten, és ott van a kegyelem. Ebben a békességben benne van a bűnbocsánat, a kegyelem. Sőt, mondhatnám az irgalom. Az irgalom is benne van, mert mi irgalomra szorult bűnös emberek vagyunk. És ebben az adventi időszakban jó lenne megtalálni azt a békességet, azt a minden értelmet felülhaladó békességet, amit Isten ad. És ezek nem feltételes dolgok. Az angyalok azt mondják, hogy békesség és dicsőség. Ezek egy kijelentő módban, ez egy kihirdetett dolog. Van is békesség a földön, és van is Istennek hálás szívű ember. De nem biztos, hogy ezek mi vagyunk. És ebben az időszakban még nagyon sokan
ezt lehetetlennek látják. De én a mai napon is átéltem, hogyha összetörünk Isten előtt, és föladjuk magunkat, és nem mi vagyunk már, hanem bennünk él Jézus Krisztus, akkor megkaphatjuk ezt a békességet. És erre vágyunk, erre a csodálatos érzésre, amikor minden kerek. Ilyen békességet el tudunk képzelni, de sok 10-100 dolognak kell egybe csengeni. Talán, hogyha azt mondják, hogyha úgy áll a nap vagy a hold, és még sok minden, akkor talán békességünk van. Talán egy percig, de aztán rögtön elveszítjük. De Istennél ez nem így van. Ha Istenben vagyunk, órákig, napokig lehetünk békességben. Csak rajtunk múlik. És ha ezt megkapjuk, akkor tudjuk őt dicsérni, hálát adni neki. És ebben az időszakban a békesség, a hála kéne, hogy ki robbanjon belőlünk, a szívünkből, és úgy kéne az emberek felé mennünk, hogy alig várjuk már, hogy valakit megöleljünk, hogy valamit tegyünk a másikért. Hát így kellene. De Istennél ez nem lehetetlen. Mindenkit erre biztatok, keresse az Urat, az ő békességét, és adjon hálát, ha ezt megkapta, és dicsérje őt. Amen. Harangszó az ünnepen, oly lágyan szól, oly édesen, zenéje formál szavakat, békesség jó akarat, harangjáték dalol. Bánat száll a szívemre, mert szeretet csepp sincs benne, csak gyűlölet és indulat, nincs békes jó akarat. Reménység az Úrtól, zúg a zeng a hangja, eljött ő, Isten fia. És egyre hércesen messze, hogy dicsőség az Istennek, a föld érkezett, az Isten lelke kiáradt, békesség s jó akarat, harangjáték dalon, üdvösség az Jézus, harangszó a zene.
Mindenki állt bennem újra rendért. Elrejtőzni vágyom Istenem, pedig megjelent egy angyal üzenettel. Áldott vagyok, mondta, miért reszked hát szívem? Mondjad, hogy csak álom volt elátás. Segíts, mennyre emelnem szemem, és az elmém s a szívem veled most egyé legyen. Szent vagy, Uram, s én áldott lettem. Szolgád vagyok, s gyermeket átadom kezedbe most az egész életem. Nem vagyok több, mint bárki más. Tiéd vagyok, jöjj be hát. Nagy öröm a számomra, hogy ilyen szép számmal együtt lehetünk ezen az adventi szombatestén. Bizonyára mindnyájan azért jöttünk el, hogy keressük az Urat, hogy találkozzunk vele. Az Úr ezt meg is adja mindazoknak, akik őszinte, igaz szívvel keresik őt. Az igét a Máté evangélium a második részének a második versétől hoztam nagy szeretettel,
szeretném veletek megosztani azt az üzenetet, amit én is úgy vettem Isten igéjéből, és ami ebben az adventi időszakban nagyon mélyen és komolyan foglalkoztat. Így hangzik Isten igéje. Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten. Azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki. Hol van? Hol van Isten? Egyáltalán van Isten? A ma embere számára van élő Isten? Hol van? És ha örökké való, akkor miért kellett megszületnie? Rengetegen teszik fel a kérdést, és rengeteg kérdés is van ezzel kapcsolatban. Isten itt van velünk. Minden nap, hogy kevesen érzékelik, azok biztosan, akik készek megnyitni a szívüket neki. Az Isten országa ti közöttetek és ti bennetek van, mondta Jézus. Jézus valóban megszületett 2000 évvel ezelőtt Betlehemben, és azóta is itt van és él. Bár keresztre feszítették a bűneinkért, és meghalt értünk, de feltámadott, mert ő Isten fia volt, és a mennybe ment, és ül az Atyaisten jobbján, könyörögve minden emberért, hogy megtalálja az Istenhez vezető utat, hogy úgy éljen abban a méltóságban, itt a földi küldetésében, ahogy Isten gyermekeinek kell, hogy éljenek. Isten országa itt van, és a Szentlélek által velünk van az Úr. Lehet, hogy te azt mondod, lehet, hogy önnek könnyű élete volt, és azért tud Istenről olyan szeretettel beszélni, de hol volt Isten akkor, amikor azok a borzalmas dolgok történtek velem? Hol volt akkor, amikor a gyerekem meghalt? Hol volt akkor, amikor a háborúba egymást gyilkolták az emberek? Hol van az Isten? Hol van Jézus? Hol van a Szentlélek, aki megszületett? Miért engedi meg mindezeket a borzalmakat? Nem Isten az, aki ezeket megengedi. Az emberi gonoszság az, amelyik egyik ember a másik ellen fordul. Az a fajta elfordulás Istentől, amelyik mindig gyűlölethez vezet, amely eltapossa a másikat és nem szeretetben jár. Isten akarata, hogy az ember megváltozzon. Isten akarata, hogy az ember úgy éljen, ahogyan ő teremtette, tisztaságban, szentségben, békében és szeretetben. Az Úr megtalálható a te számodra is, és az én számomra is. És Istent megtalálni nem nehéz, mert ő előbb keresett, és előbb keres, mint te gondolnál rá. Hol van a király? Tették fel a kérdést Heródes király idejében is a napkeleti bölcsek. Olyan helyen keresték az Urat, ahol nem volt. Pedig minden logika azt súgta volna, hogy igen, hát ha valahol tudják, hogy hol van a zsidó királya, azt Jeruzsálembe biztos tudják, és Heródes király biztosan tudja. Beszéljünk egy kicsit az Isten keresésről, hiszen minden élet, ember életébe elkövetkezik,
az az időszak, amikor az Urat keresi, azért, mert van belső indítatása rá, azért, mert a körülmények szorító ereje kényszeríti, és nagyon sokféle dolog van, amiért látunk valamit, egy jelt, amiből arra következtetünk, hogy ideje az Urat keresni. A napkeleti bölcsek is látták ezt a jelt, valami olyan jelet láttak, a csillagot fönn az égen, ami beragyogott mindent, ami sok ezer, tízezer csillagtól is különbözött. Valami olyan fényt láttak, aminek jelentősége volt, ami indította őket a keresésre, az elindulásra, és ez egy őszinte keresés volt. Ők nem csak keresgéltek, érdeklődtek, hanem áldozatot hoztak, minden lehetségest beletettek, amit csak tudtak, hogy megtalálják. Babiloni bölcsek voltak, és ők tudták azt, hogy el fog jönni a Messiás. Mit gondoltok, honnan tudták? Én úgy gondolom, hogy Babilóniában nagyon sok zsidó fiatalt hurcoltak el évszázadokkal azelőtt, akik nagyon magas méltóságra emeltettek a tudásuk, a becsületességük és a hűségük miatt. És ők az életükön keresztül láthatták azt, hogy van egy élő Isten, aki a bálványok fölött, minden istenek fölött áll, aki valóságos, aki örökkévaló, aki lélek. És ezek az ifjak beszéltek arról, és az ottani közösség beszélt arról, hogy el fog jönni a Messiás, aki testi-lelki szabadulást fog hozni, aki a királyok királya és az urak ura lesz. És ezek a napkeleti bölcsek, tudósok, csillagjósok megértették. Ő az, akiről évszázadok óta beszéltek a zsidó proféták. Ő az, aki minden király felett való. Ő az, aki megszületett. Hát menjünk el, bármi az ára. Akkor a sivatagon keresztül, Teveháton, nem repülővel mentek, és elmentek Jeruzsálembe, hogy ott keressék. Nem jó helyen keresték, de őszinte volt a keresésük. És ha az ember nem jó helyen keres, annak mindig nagyon sok következménye van, és rossz következménye. Valahogy az igeolvasásom során olyan világossá lett volna, ha csak a vezetésre, a csillagra, a fényre hagyatkoznak, akkor eljutottak volna egyenesen Betlehembe, hiszen ez csak egy 8 kilométeres út Jeruzsálem és Betlehem között. Akkor nem halt volna meg 2000 csecsemő, ha ők nem Heródesnél keresik. Ki is volt ez a Heródes? Egy edomita király volt, a nagy Heródes, Krisztus előtt 40 körül élt, aki a rómaiak támogatásával uralkodott nagy pompával, de uralmát sötét gaztettek, szennyezték be. Izrael lelki népe mélyen lenézte a félpogány származása miatt. Ő azonban szerette volna magára vonatkoztatni a messiási ígéreteket. Így aztán élete vége felé egyre féltékenyebb volt mindenkiről és mindenkire, és amikor eljutottak hozzá a bölcsek, akkor ő színlelte, hogy ő is meg akarja tudni. A gonosz szíve és a szívének a gonoszsága volt az,
ami tudakozódott, mert hiszen meg akarta ölni az Urat. Jézus Krisztust, a gyermeket, aki megszületett. Nagyon nagy tanulság ebből a történetből az, hogy mi ott keressük az Urat, ahol megtalálható. Hiszen kereshették volna ezek a bölcsek is, vehettek volna néhány tekercset, ami igaz, hogy nagyon drága volt, de ők elég gazdag emberek voltak, és abból megtudták volna pontosan, hogy hol kell megszületnie. Mégis, ha nem is jól, de az Úr útba igazítja őket, hiszen az írástudók pontosan elmondják a jövendőlést, hogy Betlehembe kell megszületnie. Vannak emberek, akiknek a könyves polcán ott vannak a bibliák, de sose kerülnek onnan le. Ismertem, szerettem és tiszteltem egy idős urat, aki élete végén jött arra rá, hogy az Úr keresi őt, és ő is elkezdte keresni, és azt mondta, tudja, az esküvőmre kaptam a lelkésztől ezt a Bibliát, én és a feleségem, aztán betettük a ruhát szekrény aljába, és egész mostanáig nem került elő. De most annyira vágyom arra, hogy megismerjem az Urat, az élő Istent, hogy elővettem, és minden nap olvasom. Meg is találta az Urat, és az élete végén nagyon áldott élete volt, Isten szolgája lehetett. Vajon a ma embere tudja, hogy hol kell keresni az Urat? Ott, ahol megtalálható. Nagyon fontos, hogy milyen szívvel keresem az Urat. Kevés egy Isten élmény, ha nem nyitom meg a szívemet, és ha nem engedem azt, hogy az Úr beköltözzön oda. Hiába tudom az igazságot, ahogyan Heródes is hiába tudta meg az igazságot, hogy hol születik meg Jézus, és hogy megszületett, mégsem találkozott vele soha. Mert megmaradt a bűneibe, megmaradt a gonoszságába. Hiába tudom, hogy az Úr az életét adta értem, ha én is sajnálom odaadni magamat neki, akkor nem lesz változás bennem. Nem lesz bennem jelen a szeretetével, a békességével, a jóságosságával. Mert ez a világ sóvárogva várja Isten gyermekeinek a megjelenését, akik jóságosak, akik nem önmagukkal vannak csupán elfoglalva, hanem helyet adnak a krisztusi szeretetnek, Isten mentő szeretetének. Az Úr mindenki ajtaja előtt áll és zörget, és aki megnyitja a szíve ajtaját, ahhoz ő bemegy, és az megismeri a feltámadott Jézus Krisztust. Vajon csak egy szellemi keresésünk van, vagy van egy passzív hitünk, hogy tudjuk, hogy van Isten, de nem tudjuk átadni magunkat neki. A napkeleti bölcsek azért keresték a királyok királyát, mert személyesen akarták látni, és tisztességet akartak tenni. A kor szokása szerint, akinek tisztességet tettek, azok leborultak egészen a földig. Ezzel elismerve azt, hogy aki előtt leborultak, hogy az a legmagasabb,
hogy az náluk sokkal több. És ők ezt a tisztességet akarták adni az Úrnak. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a mi adventi keresésünkben is, hogy tisztességet adjunk az Úrnak, hogy átadjuk magunkat a megváltó Jézus Krisztusnak, hogy betölthessen minket az ő szeretete. Átadhassuk magunkat az Úrnak, hogy kitárhassuk a szívünket előtte, hiszen ezek a bölcsek mindent kitártak, és odaadták, és nem tartottak meg semmit maguknak. Vajon egy röpke pillanatra akarsz találkozni az Úrral az Isten tisztelet erejéig? Vagy csak addig egy rövid pillantásra, szempillantásra, míg elmúlik a veszedelem, a nehéz napok, a sötét órák körülötted? Megtalálni azok találják, akik személyesen vágynak az ő közösségére. Aki megtalálja az Urat, az abban a találkozásban mindent átad neki. Nem sajnálja se a fizikai erejét, se azt, amit Isten azért helyezett el nála, hogy áldás lehessen a családjának, a környezetének, az embereknek. Aki megtalálta azt, akit keresett, azt az Úr vezetni fogja. És ez a csodálatos, hogy itt az ige végén azt olvastuk, hogy más úton tértek vissza hazájukba ezek a bölcsek, miután Jézussal találkoztak Betlehembe. Akik az Úrral találkoznak, azoknak lesz kijelentésük, lesz személyes vezetésük. Azt az Úr meg tudja inteni, hiszen a bölcseket megintette álomban az Úr, hogy ne azon az úton járjanak, amin eddig jártak. Csodálatos dolog, ha átadod ma az életed az Úrnak, akkor más ember leszel. Ha nem sajnálod odaszánni magadat Isten törvényei szerinti életre, akkor ő újjászül téged, új ember leszel, és Isten gyermeke, királyi gyermek, aki másúton tud és akar haladni. Örömmel, hálaadással, szeretettel, alázattal, Isten hatalmas lelkével betöltve. Mindnyájunknak van erre lehetősége. Milyen csodálatos, hogy ő megszületett. Itt van közöttünk, zörget a szíved ajtaján, nyisd meg a szívedet. Isten igéje azt mondja, keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, ami közel van. Mindnyájunknak egyformán van lehetősége nem csak keresni, hanem megtalálni is. Mindenkinek nagyon áldott adventi ünnepet kívánok, nagyon áldott Istenkeresést, és olyan áldásos életet, amelyik hasznára van a családnak, hasznára van a környezetnek, a gyülekezetnek, az országunknak és ennek a keresztény világnak. Amen. Szól a harang, mennyei hang, hirdeti már, itt a király megszületett, úgy szeretett, mindnyájunknak üdve lehet. Mi van, hírnökök, zangadalok, itt az idő, meghallanunk. Isten fia megszületett, testet töltött, emberi lett. Jöjj közelebb, bíztat az Úr, mind aki hisz, megszabadul. Kéri a szíved, megváltod, lehet téged is. Itt szeretett Isten téged engem, fiát küldte, hogy üdvünk legyen. Szól a harang.
itt van veled, kéri a szíved, megváltod lehet téged is. Itt szeretett Isten téged engem, fiát küldte el, hogy üdvünk legyen. Itt szeretett Isten téged engem, fiát küldte el, hogy üdvünk legyen. Szent karácsony eljött, szívünk darra ki, menjet hátra hagyva, Isten jött közénk. Áll a király, ki ma megszületett. Énekeljünk együtt, hála éneket. Szent karácsony eljött, szívünk darra ki. Menjet hátra hagyva, Isten jött közén. Szól a rom, mennyei hang, hirdeti már itt a király. Megszületett, úgy szeretett, mindnyájunknak üdve lehet. Hírnökök, ők zengadalok, itt az idő meghallanak. Isten fia megszületett, testet ötött ember élet. Jöjj közelebb, bíztat az Úr, mind aki hisz, megszabadul. Ő itt van veled, kéri a szíved, megváltod lehet téged is. Mit szeretett Isten téged engem, fiát küldte el, hogy üdvünk legyen. Mit szeretett Isten téged engem, fiát küldte el, hogy üdvünk legyen. Oh,
Amikor megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, íme bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók újszülött királya? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. És íme a csillag, amelyet napkeleten láttak. Előttük ment mindaddig, amíg meg nem érkeztek. Ekkor megállt a hely felett, ahol a gyermek volt. A csillagot látva igen nagy örömmel örvendeztek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és arcra borulva hódoltak neki. Voltak pásztorok is azon a vidéken, akik kint a mezőn őrködtek éjszaka anyájuk mellett. És íme az Úr angyala megjelent nekik, és körülragyogta őket az Úr dicsősége, ők pedig megrettentek. És az angyal így szólt: ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely minden nép öröme lesz, mert Dávid városában ma megszületett nektek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus. Jézus élet, mert az Isten.
szólja az örömhírt, a megváltó eljött közénk. A megváltó eljött közénk. A szívünkben van ki lobban, van ki nem, de él az Isten, ki lángra gyújthat és meggyógyíthat, ha benne élsz. Hát hordozd a gyertyát, lángoljon be. Sok szív vár, törd át az éjjel, hadd lássak fényed, tartsd a gyertyát, hogy szükség van rá, óvd a lángját, hogy szükség van rá. Látod, hogy nem megy, ahol kerested, nem éget láb. Becsaptak téged, de ne hadd fel, kérlek, e szunnyad gyertyát, szikrára vár. Hordozd a gyertyát, lángoljon be. Annyian várják, oly sok szív fáj. Törd át az éjjel, hadd lássák fényed, tartsd a gyertyát, szükség van rá. Óvd a lángját, szükség van rá. Thank you.